gyakran játszotok meccset a Pancsó Arénában, de azért edzeni ritkán nyílik lehetőség, de hát most egy nagy esemény közeleg. Igen, nagyon nagy esemény, hiszen a Puskás Akadémia történelmében először fordulhat az elő, hogy az Európa Konferencia Ligába tovább juthatnánk. Nagyon készülünk erre a mérkőzésre, és most ezért is kaptuk meg ezt a lehetőséget, mert mindenki érzi, hogy ennek nagyon nagy súlya van. Milyen hatékonysággal lőttek a társak, illetve a védési effektivitás az milyen volt? Nagyon jó hatékonysággal, remélem, hogy ez a mérkőzésen is ki fog jönni, hiszen ott az ottani mérkőzésen elég sok helyzetet kihajtunk, ezért is mentünk rá szerintem a mai nap azon, hogy befejezéseket kicsit gyakoroljuk, és bízok benne, hogy a mérkőzésen ez vissza fog köszönni. Jobb csapat vagyunk, mint a Turku? Én kimerem jelenteni, hogy jobbak vagyunk, igen, de ezt csütörtökön este kell 8 órakor megmutatni a pályán. Említetted, hogy a történelmünk során először juthatunk tovább egy európai kupában. Mekkora az izgatottság? Inkább a múltkori mérkőzés miatt még csalódottak voltunk, és most mindenkibe óriási bizonyítási vágy van, és nagyon nagyot szeretnénk harcolni most csütörtökön itt a továbbjutásért. Mit gondolsz, hogy a Turku meglephet még minket bármiben is? Nem gondolnám, hogy taktikailag lehetne meglepetés, de hogyha a saját játékunkra fogunk koncentrálni, akkor ez a múltkori meccsen is bebizonyosodott, hogy rengeteg helyzetünk volt, és hogyha most is azt fogjuk hozni, csak ki fogjuk tudni használni a helyzeteinket, akkor nem lehet gond.